Fogyasztói kifogások. A békéltető testülethez forduló panaszok több mint kétharmada megalapozott. Vérslés, pezsgő. Egyre több esetben már a minőség és nem az alacsony ára lényeges a szilveszteri vásárlások alkalmával. A békéltető testülethez forduló panaszok több mint kétharmada megalapozott és jogos a fogyasztói észrevétel, tájékoztatott a Szabolcs-Szatmár Beregmegyei békéltető testület elnöke. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A legtöbb probléma a híradás technikai eszközök jótállásával kapcsolatban merül fel, valamint sok kifogás érkezik a cipők minőségével kapcsolatban is. Egy új 2015. szeptemberétől érvényes jogszabály alapján a bepanaszolt vállalkozás törvényes képviselőjének jelen kell lennie a vitarendezésnél. Együttműködési kötelezettsége van a bepanaszolt cégeknek a békéltető testülettel, oly módon, ha a megyeszékhelyen van a telephelye, olyan szemét kell a megbeszélésre elküldenie, aki fel van jogosítva az egyességkötésre, mondta el a testület megyei elnöke. A jogszabály érvényesítése kapcsán sikeresebb is a békéltetés. Változatlanul a termékek körében a cipők minőségére érkezik a legtöbb kifogás a testülethez, de sok a panasz az okostelefonokra is, a számítás és híradás technikai eszközök esetében pedig a jótállásra. Körülbelül kétharmad részben a fogyasztói panasz megalapozott. A 254 ügyből 54 esetben volt az, amikor a fogyasztó kérelmét el kellett utasítani megalapozatlanság miatt. Van 2500 forintos cipő és van 5 millió forintos autóval kapcsolatos ügy is a békéltető testület előtt. Az értékhatár nem meghatározó. Egy viszont lényeges, csak magyarországi székhelyű vállalkozással szemben lehet kérelmet benyújtani a testülethez. Ha a külföldi a kereskedés vagy a neten vásároltunk, másként kell eljárni. Csak magyarországi székhelyű cégekkel kapcsolatos panaszokkal járhat el a megyei békeltető testület. Ha külföldi cégekkel kapcsolatban van problémájuk, akkor ha ez az Európai Unión belüli vásárlás vagy panasz esetén, akkor tanácsolni tudom, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság keretein belüli Európai Fogyasztói Központhoz forduljanak a fogyasztók, akik ingyenesen segítik a jogérvényesítésüket. Ha pedig külföldi online vásárlással kapcsolatos problémájuk van, akkor pedig arra a hatásköre kizárólag a budapesti békeltető testületnek van. Januártól minden békeltető testületnek külön honlapot kell üzemeltetnie. A szabolcsi szervezet felülete már elérhető, de a tartalma feltöltés alatt áll. Ezen minden a békeltető testülettel kapcsolatos információ megtalálható, sőt tervezik azt is, hogy a felületen elektronikus formában is lehessen panaszt benyújtani. Egyre több esetben már a minőség és nem az alacsony ára lényeges a szilveszteri vásárlások alkalmával, ezt tapasztalják az általunk megkérdezett üzletvezetői. Jobban fogy a jubeles, bécsi és frankfurti virslé, valamint a minőségi pezsgő. A népi hiedelem szerint a szemes termények apró magjai pénzbőséget jelentenek az elkövetkezendő évben, így a szilveszter elmaradhatatlan ételéből, a lencséből is egyre több fogy az üzletekben. Az üzletek zárva táblái eltűntek, ma reggel már valamennyi bolt kinyitott, az emberek pedig megkezdték a szilveszteri vásárlásokat. A legtöbben a húspultnál állnak meg, hiszen a roppanós virsli fogyasztása elengedhetetlen az új év búcsúztatásakor. Szilveszter előtt vagyunk, természetesen ilyenkor a virsli a legközkedveltebb termék család. Szerencsére az idén is, illetve tavaly is már a magasabb minőség felé indult el a vásárlói igény, ez látható az idei vásárlással is már. Jobban fogy a jubeles, bécsi és frankfurti virsli, utóbbit kilogrammonként akár már 6-800 forintos áron is lehet vásárolni. A legtöbben még most is hisznek a szilveszteri babonákban, főként az ételekkel kapcsolatos szokásokra figyelnek az emberek, úgy tartják, hogy szilveszterkor disznót érdemes enni. Azt mondják, hogy az túrja a szerencsét, a csirke meg kikaparja. Úgyhogy ilyen sertéshúsokat inkább szilveszterkor, meg új évkor. A hiedelem szerint a szemes termények apró magjai pénzbőséget jelentenek az elkövetkezendő évben, így a szilveszter elmaradhatatlan étke a lencse is egyre fogy az üzletekben, fél kilót akár 199 forintért is lehet már venni. A szilveszterkor népszerű pezsgőt pedig akár 700 forintért is lehet vásárolni, de a minőségi italok árai a több ezer forintot is elérhetik.
Több mint 2 milliárd forintot fordított fejlesztésekre ebben az évben Kisvárda. Új integrációs központokat építettek, befejezték a több évvel ezelőtt indult kórházfejlesztést, továbbá a település művelődési központját is felújították. Jövőre a turisztikára fordítanak nagyobb hangsúlyt, építenek egy 4 csillagos szállodát, valamint egy 2500 fős stadiont. Több a felzárkóztatást célzó beruházás is megvalósult idén Kisvárdán. Egy közel 700 millió forintos nemzetiségi roma kulturális integrációs program részeként módszertani és oktatási központot építettek a Tordai úton. Egy másik hasonló fejlesztés a Sólya Miklós szociális ház kialakítása volt. Itt mosodával és zuhanyzóval felszerelt közösségi ház segíti a hátrányos helyzetben élő roma és nem roma lakosságot, valamint biztosítja számukra a számítógép és internet használatot. Keopos pályázatokra összesen több mint 1 milliárd forintot nyertek ebben az évben a városban. Rengeteg projekt volt, hála Istennek. Keopos pályázatban 7-et nyertünk összesen, ami azt jelenti, hogy az összes közintézményünket, iskolánkat, óvodánkat, az teljes egészében kívülről felújítjuk. Szintén ebben az évben valósult meg maga, ahol itt vagyunk most a helyszínen, a művelődési háznak a teljes felújítása, közösségi házak jöttek létre, megvalósult a kapu egy kapu 2 beruházás, ami tulajdonképpen 2 részből állt, a belvárosnak a felújítása egy lakóháznak. A beruházás másik része a Szent László utcai játszóház kialakítása. Ebben a környezet és egészség tudatos ökojátszóházban interaktív multimédiás eszközökkel ismerkedhetnek meg és játszhatnak a gyerekek. Idén fejeződött be a több mint 3 milliárd forintos Felső Szabolcsi kórház beruházás is, ahol új központi technológiai tömböt alakítottak ki. Itt ezentúl műtő, sterilizáló és intenzív osztály is működik. Jövőre a turisztikai fejlesztésekre szeretnének nagyobb forrást felhasználni a városban. A strand mellé például egy 52 szobás, 4 csillagos szálloda épül majd. A város szempontjából pedig szeretnénk egy nagyon komoly turisztikai desztinációt létrehozni, a környékkel együttműködve. Itt megépül egy új strandfejlesztés több mint 2 milliárd forintból, épül egy szálloda, 4 csillagos szálloda a strand mellett. A vár szintén benne van egy első lépcsős felújításban, közel 1 milliárd forint értékben. Többen tudják már, hogy épül egy 2500 fő stadion, az is több mint 1,5 milliárd forint értékű, és mindez néhány méterre egymástól, tehát 500 méteren belül minden elérhető lesz. És emellett pedig a térséggel és összekötve a város fejlődését, turisztikáját, a rétközi turizmus teljesen meg fog újulni, nem csak horgásztó lesz, hanem egy szabadidős paradicsom lesz, összekötve a Tiszával. A város polgármestere hozzátette, a jövőre induló beruházások értéke több milliárd forintot tesz ki, ami nagyban hozzájárul majd a térség turizmusának fellendítéséhez. Több intézményt, köztük iskolaépületeket, óvodát és a szociális szolgáltatók központot is korszerűsítették idén Nyírteleken. A beruházásokról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A harmadik helyen zárta az őszi szezont a kisvárdai KC a női kézilabda NB1 B-keleti csoportjában. A Rácz Sándor által irányított újonc 8 győzelem mellett 3 döntetlent játszott, és mindössze 2-szer szenvedett vereséget. A tabella első helyén zárta az őszi szezont a balkányi futballcsapat a labdarúgó megyei másodosztályban. Mirgai László együttese 14 győzelem mellett mindössze 1 döntetlent játszott, és 1 ponttal előzi meg az üldöző Rakamoszt. Idén 10 férőhellyel bővítették a nyírteleki szociális szolgáltató központot. A bentlakásos intézmény így már 46 férőhelyes lett, tájékoztatta televíziónkat Nyírtelek polgármestere. Szekeres József elmondta, 2015-ben több intézményt, köztük iskolaépületeket és óvodát korszerűsítettek, valamint térfigyelő kamerarendszert építettek ki a településen. Ezek a felvételek még ősszel készültek, akkor szigetelték a nyírteleki iskolákat. A több mint 130 millió forintos fejlesztés keretében nyílászárókat is cseréltek, energetikailag korszerűsítették az épületeket. Az egyik iskola mellett pedig egy műfüves pályát is átadtak 2015-ben a Magyar Labdarúgó Szövetség pályázati támogatásából és önerőből több mint 13 millió forintból valósult ez meg. A településen növelték továbbá a lakosság biztonságérzetét és vagyonvédelmét is.
Térfigyelő kamera rendszer került kialakításra, ez 14 kamerát foglal magába, ez a 14 kamera a ki- és bevezető utakat figyeli. Ez azért fontos, mert Nyírtelek lakossága így sokkal jobban érezheti magát, amikor éjszaka lehajtja a fejét pihenni. Ezek a kamerák kiegészülve a polgárőrök képességével meg fogják akadályozni azt, hogy bármilyen probléma is legyen közbiztonság tekintetében Nyírteleken. A polgármester hozzátette, a térfigyelő rendszer kiépítése a belügyminisztérium pályázati forrásából valósult meg, ugyanúgy, mint óvodakorszerűsítésük. Az óvodafelújítás ez Belegrádon történt meg. Belegrádon egy nagyon kis óvoda van, de nagyon-nagyon fontos az ott élő közösségnek és az ott élő embereknek, illetve a környező települések lakóinak. Ott ez egy szintén BMS pályázat volt, ami 8,8 millió forinttal segítette az óvodánknak a felújítását, és ehhez az önkormányzat, illetve a képviselőtestület majd ugyanennyit hozzátett. Tehát tulajdonképpen ilyen 16-17 millióból azt a teljes felújítást tudtuk véghez vinni, hogy még tornaszobát is újítottunk fel ehhez az óvodához. És az a terület ezáltal sokkal fejlettebb lett, illetve a gyerekeknek a mindennapi életét sokkal jobbá tudtuk tenni. A településen nem csak a gyerekekre, hanem az idősekre is nagy figyelmet fordítanak, a Szociális Szolgáltató Központ régi épületét felújították, és többek között új szárnyal, így 10 új férőhellyel bővült az intézmény befogadó képessége. A kerékpárutak fejlesztésére is jutott forrás idén Nyírteleken, a település vezetésének további célja, hogy a bicikliseknek egy pihenőhelyet alakítsanak ki a kerékpárút mellett. Közel 200 millió forint Európai Uniós forrásból épült kerékpárút Győrteleken, mondta el televíziónknak Halmi József polgármester. Hozzátette, nagy jelentőséggel bír továbbá a Szamos élménytér projekt, amelynek a turisztikai és munkahelyteremtő szerepe is jelentős a település életében. Győrteleken a 2015-ös évben közel 150 közmunkást foglalkoztatott az önkormányzat, amely ezzel a legnagyobb munkáltatónak számít a településen. A középületek felújítása már korábban megtörtént, a jövőben a rendelkezésre álló energetikai beruházások keretében korszerűsítenék az intézmények fűtésrendszerét, mondta el Halmi József polgármester. A község vezetője kiemelte, 2015-ben két turisztikai szempontból fontos beruházást is megvalósítottak. Legnagyobb beruházásunk a Győrtelek külterületi kerékpárút, ami Győrtelek kökörító, de ez egy hatszakasos, tehát Csengerig megy el, a Csengeri hídig, ami később azt jelenti, hogy össze lehet kerékpárúttal kötni Szatmárnémetit, és most már, ha kiépült teljesen, akkor akár Debrecenig is el lehet kerékpározni. Ez a turizmus része, a másik része pedig egy nagyon forgalmas út mellett vagyunk, a 49-es, és a kerékpárút pedig biztonságot ad a kerékpárosoknak. Ez egy 199 milliós Európai Uniós forrásból megvalósult beruházás, vagy itt állunk pont a Szamos élménytér hirdető tábláján, ami szintén egy nagyon fontos beruházás. Ez egy jövőbeli olyan dolog, ami, ha beindulna rendesen, és a Szamos is olyan szintre kerülne vízminőségbe, hogy egy kicsit a turizmus fellendülne, rengeteg vendégház épült Tunyogmattól Tőkörítőig, ez több településes projekt. A Szamos élménytér Győrtelekre első fejlesztése közel 30 millió forintnyi Európai Uniós támogatásból készült. Ennek keretében egy keszegsütő épült a településen a Szamos holtág mellett. Az önkormányzat szociális társulása a 2015-ös évben falubusz pályázatot nyert, így 10 millió forintot költhettek a közlekedés könnyebbé tételére, mondta el a polgármester. Hozzátette, a jövő évben további fejlesztéseket terveznek. A legnagyobb az lenne, a munkahelyet tudnánk teremteni, amire ez a Szamos élménytér ad lehetőséget, ha ez beindulna rendesen. A mezőgazdaság a másik olyan dolog, hogyha az új líderrel tudnánk egy olyan programot, vannak olyan tervénk, egy olyan programot megvalósítani, amely a lakosságot támogatná. Tehát itt a mezőgazdaságra és a turizmusra épülő vendégházaink már vannak, csak még turisták nincsenek hozzá, tehát ez egy nagyon fontos dolog lenne. Fontos lenne az M49-es, van még egy kerékpárút szakaszunk, ami nem valósult meg, az megint jó lenne, ha meg tudnánk valósulni, és akkor teljes település lenne lefedve kerékpárúttal, és Ökörítótól, vagyis az előbb elmondott Csengertől egész Mátészalkáig már be tudunk kerékpárúttal menni. Ez nagyon fontos a forgalom miatt is, mert nagyon fontos amiatt, hogy az emberek egyre jobban előveszik a biciklit.
Halmi József elmondta, a jövő évben a szennyvízberuházás folytatása mellett további beruházásokat is terveznek, a település viszont csak a 100%-os finanszírozású pályázatokon tud indulni, mivel nincsenek tartalékaik a szükséges önerők fedezésére. A harmadik helyen zárta az őszi szezont a kisvárdai KC a női kézilabda NB1B keleti csoportjában. A Rácz Sándor által irányított újonc 8 győzelem mellett 3 döntetlent játszott, és mindössze 2-szer szenvedett vereséget. A biztos bennmaradást megcélozva vágott neki a szezonnak a másodosztályban hosszabb szünet után visszatérő kisvárdai KC, ahol ősszel egy tovább építhető csapat alapjait igyekeztek lerakni Rácz Sándor szakmai igazgató irányításával. A játékos keret gyakorlatilag teljesen átalakult, új hazai és külföldi kézilabdázók érkeztek, így kérdéses volt, hogy milyen eredményekre lesz képes az együttes. A KKC jól kezdte a bajnokságot, amelynek derekán ugyan volt egy kisebb hullámvölgy, de végül 8 győzelemmel, 3 döntetlennel és 2 vereséggel a harmadik helyen várhatja a folytatást a kisvárda. Én úgy gondolom, hogy némiképp meglepetést okoztunk, hogy újoncként teljesen mindegy, hogy most mint állt össze ez a csapat, föl tudtuk küzdeni magunkat egy elég huszáros végjátékkal a dobogóra egy kör után, és én úgy gondolom, hogy a játékunk is rászolgált erre. A kisvárdai együttesben voltak kiemelkedő egyéni teljesítmények, de a szakember elsősorban a csapatnak tulajdonítja a vártnál jobb őszi szereplést. A jobb szárnyunk elég stabilnak mutatkozott, a Lévai Zsófi és a Vukajevics Lea. Kapuba produkáltunk még, úgy gondolom, folyamatosan egy meccs kivételével a közepesnél jobb teljesítményt. Az irányítók, ugye 3 irányító játékosom van, rajzolódik ki, mindegyiknek van erőssége, van sajnos gyengesége is, beállóba megfogyatkoztunk, tehát egyedül a Tarjányi, van neki is voltak nagyon jó meccsei. Meglepetésre a bal szélünk alkalmanként igen-igen gólerős volt, a Héjas Timi meggyőző volt, Komsa Klaudia néhány meccsen. Hát a balát lövőbe ott keressük az arcunkat. Ugye a sérülésből felépülő Maria az még igazából nem 100%-os teljesítmény, de ki kell emelnem a Dudás Georginát, aki védekezésbe komoly arculatot adott a csapatnak. Összességében tehát nálam a sztár még mindig a csapat. A bajnokság február első hétvégén folytatódik, a kisvárda január 4-én kezdi el a felkészülést. A csapat sorsolása kedvezőbb az őszinél, mivel több hazai, mint idegenbeli meccset játszanak majd Lévaiék. A célok is módosultak, most már a tabella első harmadában szeretne végezni a KKC. A tabella első helyén zárta az őszi szezont a balkányi futballcsapat a labdarúgó megyei másodosztályban. Mirgai László együttese 14 győzelem mellett mindössze 1 döntetlent játszott, és 1 ponttal előzi meg az üldöző rakamaszt. Új edzővel és gyakorlatilag új csapattal vágott neki a megyei másodosztályú bajnokságnak a Balkány. A Mirgai László által irányított együttes a bajnoki címet célozta meg, azaz azonnal vissza akar jutni a megyei első osztályba. Nyáron 15 játékos érkezett, akikből sikerült gyorsan csapatot kovácsolni a szakembernek. A rakamazzal végig nagy csatát vívott a Balkány, amely végül 14 győzelemmel és 1 döntetlennel, 61 rugott, illetve 6 kapott góllal, 1 ponttal megelőzve a nagy riválist, az élen zárta az őszt az Alukonstruk csoportban. Minden feltétel adott volt ahhoz, hogy a célunkat elérjük. Hát jelen pillanatban azt kell mondjam, hogy minden ismerésem a játékosaim és a vezetőké, hiszen tényleg egy döntetlenünk volt sajnos az utolsó előtti fordulóban Nyíribronyban, egy döntetlen becsúszott. Remélkedtünk benne, hogy 100%-osan végzünk, de sajnos egy döntetlen becsúszott, de én azt gondolom, hogy így sem lehetünk elégedetlenek. A rakam az 1 ponttal rajtunk van, úgyhogy a bajnokság az nem lefutott még, nagyon nehéz szezon vár még ránk. A balkányiak a bajnokság kezdetétől igyekeznek rákényszeríteni akaratukat az aktuális ellenfélre. Támadó futballt játszunk, nem is játszhatunk mást. Ha a bajnokságot akarunk nyerni, akkor neki kell menni az ellenfélnek, hiszen az ellenfelek beállnak a saját kapujuk elé, nem is tehetünk mást. Elég nehéz ez egyébként, hogy 11 emberre védekezik az ellenfél, de hál' Istennek sikerült megoldani. Erősítésre mindenképpen szükségünk van, hiszen azt kell, hogy mondjam, ha
támadásainkból, a kialakított helyzeteinkből nagyon kevés gólt rúgtunk, hiszen csak azt hiszem, ha jól emlékszem, 46-50 körül rúgtunk. A Rakam az ennél jóval többet rúgott. Erősítenünk kell támadó szekcióba, középpályán is kell egy jó védekező középpályás, illetve még baloldalra egy jó futó játékos, és akkor azt gondolom, hogy teljes a kép. A balkányi csapat január 4-én kezdje el a felkészülést. Egy héttel később Nagykállóban egy nemzetközi teremtornán lépnek pályára Bogdanovicsék, akik még két tornával és a tervek szerint 11 edzőmeccsel hangolnak majd a február végén esedékes bajnoki rajtra. Éradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. A békéltető testülethez forduló panaszok több mint kétharmada megalapozott és jogos a fogyasztói észrevétel. A legtöbb probléma a híradás technikai eszközök jótállásával kapcsolatban merül fel, valamint sok kifogás érkezik a cipők minőségével kapcsolatban is. Egyre több esetben már a minőség és nem az alacsony ára lényeges a szilveszteri vásárlások alkalmával. Ezt tapasztalják az általunk megkérdezett üzletvezetői. Jobban fogy a jubeles, bécsi és frankfurti virslé, valamint a minőségi pezsgő. A Kölcsöni Televízió íradóját látták hétfőn. Friss hírekkel kedden este is jelentkezünk, híreink addig is elérhetőek honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnaptól napos időre számíthatunk, átalakul időjárásunk, az eddig fölöttünk lévő ködös, párás, borús időt okozó enyhe légtömeget északkelet felől egyre hidegebb, sarkvidéki eredetű száraz légtömeg szorítja ki. Éjjel kiderül az ég, csapadik, nem valószínű, mérsékelt marad a légmozgás is, reggel általában 1 fokig csökken a hőmérséklet. Napközben többnyire napos idő várható, csapadék nélkül időnként megélénkül az északi, északkeleti szél, délutánra 5 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban egyre hidegebb lesz, kemény éjszakai fagyokkal, napközben is csak 0 fok körüli maximummal a napos, száraz idő ellenére. A hét legvégén érkezik nedvesebb léghullám térségünk közelébe, akkortól lehet majd csapadékra számítani.